A Salgótarjáni Fidesz frakció nevében felszólítjuk Holzer Lászlónét, a Salgótarjáni Ügyrendi Jogi és Közbeszerzési Bizottság MSZP-s bizottsági tagját, hogy mondjon le megbizatásáról és egyúttal vonuljon vissza a közélettől. Úgy gondoljuk, hogy ez a kérés nem szorul különösebb magyarázatra. Azt azonban leszögeznénk, hogy Holzer Lászlóné jóérzésű emberhez méltatlan megnyilvánulását egy közszereplőtől teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk. Egyben nyomatékosan kérjük Molnár Károlyt, a Holzer Lászlónét bizottsági tagságba delegáló helyi MSZP elnökét, hogy vonja le az esetből a megfelelő következtetéseket, intézkedjen Holzer Lászlóné visszahívásáról, illetve folytassa le vele szemben az MSZP eljárás egye szerinti belső vizsgálatot. Álláspontunk szerint ez a minimum, amit egy ilyen gyalázatos cselekedet után meg kell tennie egy magát demokratikusnak tituláló párt vezetőjének, a gyűlölködéstől mentes politikai párbeszéd helyreállítása érdekében.